Vidéken szinte minden kertes házban megtalálható a motoros fűnyíró vagy a rotációs kapa, vagy mindkettő. Ha már ezek a mezőgazdasági kisgépek kéznél vannak, miért ne vonulnának fel? Részint azért, hogy jó kedvre derítsék Tomaj Monostora lakóit, részint pedig azért, hogy ezzel is erősítsék a helyi közösség összetartozását. Bátran merem mondani, hogy aki ebben a felvonulásban részt vett, annak nincs ki mind a négy kereke. A szervezők számvetése szerint legalább 28 ilyen négy kerék hiányos lakója biztosan van a településnek, ugyanis a hagyomány teremtő felvonulásra ennyien jelentkeztek. A Tomajtájház Egyesület Kecskeméti Zoltántól jött az ötlet, hogy mit csináljunk. Van egy csodálatos rendezvényterünk, ami nemrégen került átadásra, és akkor úgy gondoltuk, hogy valamit kellene csinálni. Aztán szerény körülmények között megpróbáltuk ezt a rendezvényt létrehozni, megvalósítani. Reméljük, hogy nagyon sok ilyenre kerül még sor majd a jövőt. Összesen 28 kis traktor, illetve fűkasza, zetor jelentkezett. Abból azt hiszem, hogy 27-en végig is tudták vinni ezt a felvonulást. Hát természetesen a főrendező úr, Kecskeméti Zoltán zetorja robbant le, itt rögtön 20 méterrel a start után. Tradicionálisan szeretnénk ezt megcsinálni folyamatosan, és egyre nagyobb körben, egyre több településről várunk hasonló idióta embereket, mint mi vagyunk. Jövőre még több motoros fűnyírót és rotációs kapát várnak Tomaj Monostorára. A 28 résztvevős csúcs jó eséllyel megdől jövőre, hiszen a környező településeken is akad jó néhány tucat olyan ember, akinek mezőgazdasági kisgépe és humorérzéke is van.